Na, szevasztok srácok, szevasztok itt Facepapi, Facepapi. Kezdjük. Nem is mondok semmi mást. Itt láthatjátok a kezembe. Nem, ez nem szemét. Nem, ez nem szemét. Rendeltem Kínából pár dolgot, ez itt egy leccalag. Tessék, így jött meg Kínából. Elmondjam ez mi? Miért így van? Várjál, figyelj! Ez a távirányítója, az talán épp. Ez a leccalag, ez megint itt szét van rágva. Tessék, szét van szakadva, figyelj! Hát, ez két esélyes, el van törve már itt a tartója, úgyhogy nem tudni, hogy épp vagy nem épp. Ez az a tere. Tehát ez így néz ki. A drága, kedves, magyar posta, srácok. Megrendez valamit Kínából, több ezer kilométerről. Megveszed, kifizeted, becsomagolják neked gondosan. Látod, az én amelyesemben volt pukkasztó fólia, ez is külön becsomagolva, akkor plusz még ilyenbe, becsomagolják neked. Eljön ide, Magyarországra, és az utolsó 5 méteren megy tönkre az egész. Miért? Azért, mert az idióta, barom, postás, amire már nem tudok mást mondani, az fogja, és mivel gondolom levélként lett feladva, nem fér bele a postaládába, ezért mit csinál? Leteszi a kerítésre, így a kerítés mellé valahova. Ezeket a csomókat, csak hogy értsétek, én most lakásban lakok, nem ide szoktam rendelni, hanem ahol előtte laktam, ahol gabeszék laknak. Tehát ott a családi házhoz, ott kutya van. Betette a kerítéshez, mert nem fért be a postaládába, mert lusta volt gondolom írni egy papírt, vagy akármi, és a kutya szétszette, és szétrágta az egészet. Kész, ennyi. Szevasz, tavasz. Köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy így volt. Ennyi. Az utolsó 5 méteren bazd meg. Komolyan mondom, röhely. Megjön Kínából, bazd meg. És az utolsó 5 méteren, az utolsó ember, akivel találkozik, a magyar postás, aki szarik mindenre, bazd meg, fogja és akkor leteszi. De ha nem a kutya tépi szét egyébként a csomagot, akkor jön valaki, aki arra sétál, és fogja és egy elemeli, és elviszi. Ez a normális. Voltam már most egyébként így idegbetegen, beszaladtam a postára, mert pont nyitva volt, de a fiók vezető nem volt ott. Holnap reggel 8-tól lesz, úgyhogy holnap reggel megyek be a postára, és akkor szépen kiverem a balhét, és ugyan már megkérdezem, hogy mi van, és egyébként ha meg tudom oldani, nem tudom, hogy meg tudom oldani, ha meg tudom oldani, akkor viszek magammal a kamerát is. És azt is fel fogom venni, ha egy mód van rá, hogy akkor ott mi volt, és akkor majd elmesélem nektek ezt az egészet, mert ettől idegbaj kapok. Szóval ez így nonsens. Tessék. Nagyon jól jártam vele, nem? Fak posta. Holnap folytatjuk. Na, srácok, most már másnap délelőtt van, úgyhogy most vagyok itt a postánál. A postánál most álltam meg. Be fogok menni. Elméletileg az a tervem, hogy bekapcsolom a kamerát, és úgy, hogy a telefonon, hogy ne vegyék észre, és hogy felveszem ezt az egészet. Nem tudom, mit sikerül ebből kihozni. Nem tudom pontosan ennek mi a menete, úgyhogy ennek most utána is akarok így egyúttal járni. Kíváncsi leszek a hozzáállásra, kíváncsi leszek, hogy ilyenkor mi van, hogy most, ha az embernek tönkreteszik valami értékét, akkor, vagy nem úgy kezeli a posta, hogy kéne, vagy a postás, akkor ennek van-e valami szankciója, vagy valami kártérítése, vagy bármi más, vagy csak igazából lehet, hogy felvesznek egy jegyzőkönyvet, és akkor hello, szia, szevasz, aztán tedd zsebre, amit akarsz. Meglátjuk, jöztök velem, ha netán nem sikerül a felvételt készítenem, akkor hát sorry, megpróbálom, de hát azért egy ilyen helyzetben nem tud az ember csak úgy kamerával bemenni, úgyhogy nem tolhatom a képébe. Meglátjuk, hogy mi hogy alakul. Gyertek velem! Csak én a fiókvezetőt keresném, erre már kerestem, panaszommal lenne. Már is szólok neked, is köszönöm.
Szép napot kívánok! Azért jöttem volna, hogy tegnap jött két csomagom, hogy pontosan nem tudom, hogy lett feladva. A lényeg az, hogy az én nevemre szól. Ez nem lett berakva a postára, úgyis nem fért volna be. És a kedves kollega, ő pedig letette simán a valóban a kerítéshez. A kutya meg természetesen kihúzta és széttépte. De mondjuk, ha nem ő, akkor bárki el is vihette volna. Igen. Hogy ilyenkor mi van? Tehát én ezt vásároltam, ezt a terméket rendeltem, mert utazott egy hónapig, csak az utolsó 5 méteren meg. Igen, és a tartalommal mi történt? Itt van. Hát, ez egy leszalag volt, ez a tápja. Aha. Hát szétette a kutya. Amikor hazamentünk, akkor láttuk, hogy mik azok a darabok a földön. Na, volt egy másik is, az kisebb volt, az belefolyt a postáldába, az beletette. Igen, az beletette. Ilyenkor mi a hivatalos eljárás? Jó. Hát ilyenkor az, hogy én vizsgálatot fogok letölteni a kollégával, jó? Ezért a csomagért most ugye nem kellett fizetni, mert ez simán. Előre fizettem. Előre fizetett. De hogy alapesetben, tehát neki nem kéne ezt betenni valahol, vagy egy értesítőt hagynia, hogyha nem fér be? Hát, ha nem fér be a levélszekrénybe, akkor alapesetben természetesen az értesítő működik. Megvizsgálom, és feltétlenül szólni fogok, telefonálni, hogy most akkor ilyenkor mit tudunk csinálni, jó? Hát tessék? Jó, mindenképpen telefonon értesíteni fogom arról, jó? Hogy most akkor mit beszéltem, meg mit beállapodtam meg a kollégával, jó? Én ezt levizsgálom, és aztán utána hívom önt, és akkor a többit meg elmondom. Jó, rendben, akkor várom majd. Nem tudok jobbat csinálni, nem tudom, hogy erre szüksége van, vagy kihagyja. Szüksége van, igen, legyen olyan. Jó, rendben van. Ami kell, azt felírtam, és mindenképpen telefonálni. Jó, köszönöm. Köszönöm én is. Minden jó. Na, srácok, szerintem elég jól sikerült a felvétel, így láthatatlanban is azt mondom, meg remélem lehetett hallani. A lényeg az, hogy akkor most felvette az adatokat, szépen felírta a nő, hogy akkor a telefonszámomat utána néz, beszél a kollégával, gondolom, hogy akkor ő most kifizeti, vagy miért van, vagy hogy lesz a dolog, aztán utána jeleznek, úgyhogy ezzel a videóval azt megvárjuk, tehát most már ennek az elejét, a végét. Egyébként számomra az egy kicsit fura, hogy ilyenkor nem egy hivatalos jegyzőkönyvet vesznek föl, és nem az van, hogy akkor normálisan felveszik, felírják a csomagnak vagy a mizének a dolgait, most csak mindegy, hogy levélként volt feladva, tehát a küldeménynek az adatait, és akkor azt mondja, hogy akkor utána kezdünk vele valamit. De ez így nekem tényleg fura, hogy fog egy cetlit a nő, és akkor igazából felírja a nevedet, meg hogy akkor majd melyik kollega, és akkor ennyi. Meg, tehát én nem is tudom, hogy a címet, azt nem is láttam felírta, tehát hogy melyik kollégával fog azt. Én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz ebből, úgyhogy majd akkor folytatjuk. Na srácok, már kedreggel van. Eddig úgy áll a sztori, hogy csütörtökön érkezett a csomag, ami szét volt tépve, ugye elvár a kutya által. Csütörtök estén megpróbáltam beugrani a postára, pontosabban be is ugrottam, de akkor nem volt ott már fiúk vezető este felé. Úgyhogy nem tudtam kivel beszélni, ezért pénteken reggel visszamentem, és ennek a felvételét láttátok most, hogy mit beszéltem meg azzal, akivel tudtam beszélni, ezzel a fiúk vezetővel. És most már kedd reggel van, kedd délelőtt, és azóta sem hívott a kedves fiúk vezető, nem tudom milyennek az oka, de úgy gondolom, hogy hétvégével együtt, tehát így már ez most már a negyedik nap, de ott volt még a péntek egész nap, a tegnapi hétfői, amikor tudott volna a kollégával beszélni, nem tudom mi van, vagy miért, hogy így alakult a dolog, úgyhogy jöztök velem, és akkor újra bemegyünk, és akkor újra beszélünk a postával, hogy akkor ez most mi van, hogy áll a dolog, és hogy mi lesz. Na gyertek! Volt, amit egy pár nappal ezelőtt egy reklamációval kapcsolatban, akkor is a fiúkhozatú vettem, akkor nem önt hívták ide. Nem, mert a postavezető volt, én a csoportvezető volt. Értem. És volt egy Kínából egy csomagküldeményem, ami talán lehet, hogy levélként adták fel, és nem tették be a postaládába, hanem mellé tették a kerítéshez, amit a kutya széttépett, és azt mondta, hogy fog hívni, hát azóta eltelt egy jó pár nap, azt, hogy beszél a kollégával, de és akkor hív, de nem hívott. És a kézbesítés nem volt? Nem. Hát nekem utolsó
kriptos információm az az. Hogy? Hogy a kriptosító kimegy önökhöz, de ez még múlt hát én nem is tudom, csütörtökön vagy mikor voltam itt, hogy... Vagy pénteken? Vagy pénteken, igen, így van. És akkor miben maradtak, vagy mi volt itt? Mert én nekem megmondom össze, az is furcsa, hogy se jegyzőkönyv nincs felvéve, se semmi. Akkor is a kolléganő is így felírta az ötkönyv, az szép és jó, csak... Persze, csak... Tehát nem történik semmi, nekem ez a károm lett ebből az egészből. Holnap reggel akkor sem vezetünk mindenképpen. Én meg nem vagyok ott a címen állandóan, szóval ez most hiába megy oda. Nem lehet, hogy volt ez 8 óra körül hívhat fejünk a vezetőt? Hívhat, mi? Persze, hívhat. Hát legrosszabb esetben is visszahívom, hogyha úgy van. Jó. Most nem mondok semmit, mert most a vezetőink hozta, hogy most hülyeséget nem akarok mondani, jó. Mert nem tudom hol jár. Még reggelig legyen kedves türelemmel lenni. Jó, én csak azért értem, mert mondom, eltelt most már egy pár nap, mondom, hogy azóta vártam, hogy akkor hát ha, mondom, ha keddig nem, akkor bejövök, hogy mi van. Jó, holnap reggel fog jelentkezni mindenki. Jó, köszönöm. Köszönöm a türelmet. Minden jó. Na, srácok, kedv van, újra bejöttem a postára, mert hogy nem történt semmi azzal kapcsolatban, hogy most akkor mi lesz, meg hogy lesz megoldva ez a dolog, úgyhogy hallhattátok megint a beszélgetést. Nagyon kíváncsi leszek, holnap délőtt hív a fiókvezető, hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége, úgyhogy ott folytatjuk. Ciao. Na, srácok, hétfőn felhívtak a postáról, felhívott a posta vezető, úgyhogy végül is így a sztorinak a legvégét nem tudtam megörökíteni, mert telefonon hívtak, közben dolgoztam, meg minden, úgyhogy ezt már igazából csak elmesélni tudom. A lényeg az lett végül is, hogy felhívtak, és akkor nem is hétfőn, bocsánat, kedden, mert hétfőn voltam bent, így van. Másnap reggel fölhívott a postavezető, és elnézést kért, meg minden, és akkor mondta, hogy természetesen kifizetik a káromat, mármint igazából maga a letszalagnak az árát, és hogy akkor menjek, mikor tudok bemenni, hogy akkor menjek már be aznap, vagy másnap, valamikor, és akkor felvesznek egy jegyzőkönyvet, meg kifizetik igazából a pénzt. Maga igazából annyival zárult, hogy nem voltam bent a postán, hanem a postás volt kint, én nem voltam otthon, de hogy aki otthon volt, attól vagy háromszor bocsánatot kért végül is, elnézést kért, és hogy kifizette a pénzt, úgyhogy végül is így záródott le a dolog, mert utána én már nem is mentem a postára, nem is akartam már többet ezzel foglalkozni, mert azért annyit nem ért a dolog, csak bosszantott maga az egész lefolyása ennek az egésznek, hogy ez így megtörtént, vagy megtörténhetett. Úgy gondolom, hogy a postás is, meg tehát így aki ebben részt vett, a postavezető, azért mindenki tanult ebből. Én is tanultam belőle. Próbálom én is levonni ebből a következtetéseket, hogy mit, hogyan kéne, vagy hogy lehet másképp csinálni, de elmondták, hogy többet ilyen nem lesz, és hogy nagyon oda fognak figyelni erre a dologra. Na mindegy, akartam, hogy legyen erről egy kis momentum, hogy beszéljünk erről, meg akartam, hogy ez így végbe menjen. Na, közben megjött a Norbi, mert nem természetes dolog. Úgyhogy ha van köztünk olyan, aki postás, az nagyon szépen megkérem, hogy figyeljünk oda erre, hogy másnak az értékére. Na, kösz, hogy itt voltatok, szevasztok. Ciao.